Nagyon kedves személyzettel, igen, közvetlen tengerpartja van, homokos tengerparttal rendelkezik. Nagy üzemben a felkapott győri utazási irodában hétfőn is sokan voltak, aki teheti már a nyári nyaralását tervezi. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján Törökország és a repülős utak a legnépszerűbbek, de a görög szigeteket is sokan választják szünidei célpontjuknak. A szakember szerint a magyar turistákat a görög kormányválság és a káosz jelentések sem riasztják el a hellénüdüléstől. Magyarországon ezeket kevésbé tapasztaltuk, hiszen válság a tavaly évben is volt Görögországon. Igaz, hogy most kritikusabb a helyzet, mint a tavaly évben, és nem lehet tudni, hogy akármi történik a fizetőeszköz és Görögországon, illetve újabb választások lesznek. De azt kell mondanom, hogy a kínálat tavaly évben sem volt már olyan bőséges, mint mondjuk a korábbi évekhez hasonlóan. Nem tapasztaltuk még egyelőre, hogy emiatt probléma lenne. A magyarokkal ellentétben a németek szinte rettegnek a görögországi nyaralástól. Idén eddig körülbelül 30%-kal esett vissza a németek által Görögországba foglalt nyaralások száma. A német kirándulók a görögök eurozónából való esetleges kilépésétől és az erőszakos cselekmények nagy esélye miatt mennek inkább spanyol vagy Törökországba, illetve aki megengedheti magának, az a Távol-Keletre repül kikapcsolódni. A görög turisztikai hivatal is lépett a válság miatt, arra kérték országuk vezetőit, hogy lépjenek fel a külföldön terjedő káosz és csődhíresztelések ellen. Néhány görög régióban ugyanis az elmúlt hónapokban 40%-kal estek vissza a külföldi foglalások. A magyar szakemberek azonban kitartanak amellett, hogy Görögország biztonságos, vagyis mindenkit arra buzdítanak, hogy ne tegyen le egy Krétára vagy éppen Rodoszra tervezett nyaralásról.